Nana Mihály indul meg. Faragó. Nana fogja lábát. Aztán a játékvezető szétválasztja a feleket, majd indul az akció után, amelyik már a Baksi félpályán tart. Kasik. Nanának ugye van egy sárgája, tehát azért oda kell figyelnie tetteire. Tápai lépés előnyben ezúttal. Muzsik mellett húzza el. Tápai teszi középre, és ott van a találat. Borgulya. Bejött a taktikai változtatás. Borgulya előre ment a középpályára, Faragó helyére, és a 45. percben be tudja venni a Baksiak kapuját, az akcióban pedig Tápai Gergely megsérül, de következik majd a szünet, és lesz lehetősége arra, hogy helyrehozza magát, a Baksiak pedig elgondolkozhatnak, hogy mit rontottak el itt a félidő végén. Aztán ott egy kis balhé a pálya közepén. Terbán és Nana a két provokátor. Nem tudom, mi történhetett. Azt hittem, hogy elmennek már az öltözőbe a felek, de nem volt ugye síp szó, úgyhogy ezt nem valószínűsítettem. Még egy középkezdést kellett volna elvégezni, ez nem történik, meg most érkezik a síp szó. A félidőben Sándor Falva, Baks 1-1.